Kenyérrel, sóval és vörös rózsacsokorral fogadta a fehér orosz államvezetés Alekszandr Vučićot a Minszki repülőtéren szerda este. Szerbia miniszterelnöke kétnapos fehér oroszországi látogatása során Minszki kollégájával, Andrej Kobjakovval, valamint a fehér orosz köztársasági elnökkel, Alekszandr Lukasenkoval is tárgyalt. Kiemelték a két ország közötti barátság és gazdasági együttműködés fontosságát, és a politikusok megegyeztek abban, hogy magasabb szintre kell emelni a két térség közötti tárgyalásokat. Andrej Kobjakov fehér Oroszország miniszterelnöke úgy fogalmazott, Szerbia kulcsfontosságú gazdasági partner a Balkánon. Alekszandr Vučić a találkozók utáni sajtótájékoztatón a terveket ismertette. Mi smatramo da imamo mnogo, mnogo prostora da ostvarimo zadatke i predsjednik Lukašenko je rekao da je naš zadatak da dođemo do 500 miliona dolara trgovinske razmene i naš je posao da u naredne dvije ili tri godine to u potpunosti izvršimo. Fehér Oroszország és Szerbia államközi megállapodásokkal erősítette meg az egészségügy, a kultúra, a sport és a katonaság területén tervezett együttműködést. A tervek szerint Szerbia fegyvereket is vásárolna a beloruszoktól. A felek abban is megegyeztek, hogy rendhagyó turisztikai programokkal csábítják a szerbeket Fehér Oroszországba, a fehér oroszokat pedig Szerbiába. Alekszandr Vučić miniszterelnök személyesen kérte fel a minszki államvezetést arra, hogy a közeljövőben látogassanak el Szerbiába.